Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves nagykövetasszony, nagykövet urak, kedves vendégeink, először is hagyj köszönjem meg Kis Zoltánnak, ugye, aki a BKIK-ban a nemzetközi ügyekért felelős általános elnök helyettes, hogy megszervezte ezt a fórumot. Nagyon sok munkája van benne, évek óta elkötelezett támogatója Magyarország és a ASEAN országok kapcsolatának minél nagyobb, minél magasabb szintre emelésének. Ugye, ahogy Kis úr engem fölkonferált, én van szerencsém kettős házigazdaként ezt a konferenciát üdvözölni. Egyrészt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaraként, aki ugye már a többedik ilyen ASEAN fórumot szervezi, másrészt pedig a Gazdasági Minisztérium azon részlegét vezetőként is köszöntöm Önöket, amely a külgazdaságért, a külkapcsolatok fejlesztéséért felelős. Hogy miért is tartjuk fontosnak az ASEAN országok és Magyarország, de talán az Európai Unió kapcsolatát is, arra sok okot tudnék mondani. Hagyj kezdjem egy kicsit távolabbról, azzal, hogy ha ismerjük az ASEAN alakulását és az ASEAN országok elkötelezettségét a tekintetben, hogy az integrációjukat tovább mélyítik, elég sok hasonlóságot találhatunk az Európai Unióval. Most nem kifejezetten csak mondjuk a népesség számra gondolnék, amely ugye az Európai Unió és az ASEAN országok tekintetében ugye hasonló 500-600 millió között van, hanem arra gondolok elsősorban, hogy a két integráció, ugye az egyik integrációban ugye vesz részt Magyarország, a másik integráció képviselői vannak itt ma jelen, illetve azok a vállalkozók Magyarországról, akik ebbe a térségbe kívánnának gazdasági kapcsolataikat fejleszteni, hogy ezen két integráció erőssége az a sokféleségében, sokszínűségében van. Tudjuk jól, sokan kételkedtek az Európai Unió sikerébe. Mondanám, hogy az elmúlt időszakban ezek a kételkedők száma nem csökkent, hanem növekedett. De én azt gondolom, hogy hosszú távon a világgazdaságban valóban a sokszínűség, az a sokszínűség, ami képes egységet fölmutatni, lehet az innováció és a gazdaság motorja. Ebben a tekintetben az ASEAN országok példaértékűek, hiszen mind kulturálisan, mind népesség tekintetében, már a népek tekintetében a világ egyik legsokszínűbb térsége, mégis pontosan fölismerve azt, hogy ezen országoknak valamilyen szintű integrációját meg kell valósítani ahhoz, hogy a gazdasági kapcsolatokat, a gazdasági lehetőségeiket fejlesszék, fölismerték, és ezen az úton elindultak. Itt csak zárójelbe tudnám azt mondani, és kívánni az ASEAN országok vezetőinek, hogy tanuljanak egyébként az Európai Unió hibáiból. Bízom benne, hogy az Európai Unió is tanul belőle. Én azt gondolom, hogy Magyarország az tanult az elmúlt időszak hibáiból, illetve illúzióiból, és azért is érdekes Magyarország és az ASEAN országoknak a viszonyrendszere, mert olyan világtörténelmi időben élünk, amikor van mit tanulni egymástól. Van mit tanulni a tekintetben, hogy az Európai Unió legutolsó válságát osztva sokak meggyőződését én is azt vallom, hogy alapvetően a munka alapú társadalomtól való eltávolodás okozta. A modern kihívásokkal, az egypólusú világ illúziójával leszámolva nem lehet egy társadalom hosszú távú fejlődését elszakítani a mindennapi munkától. Magyarország gazdasága nagy utat tett meg, sok változáson keresztül ment az elmúlt három és fél évben. Bízunk benne, hogy ezek mind egyébként az irányba mentek, hogy azok a vállalkozások, akik ma itt vannak, azok a vállalkozások megerősödve, a hazai bázist maguk mögött tudva meg tudjanak jelenni a világ többi országában. Ugye sokat hangoztatott politika, amit a magyar kormány elindított, a keleti nyitás politikája nem egyszerűen arról szól, hogy a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások piacot szerezzenek a világon, sokkal többről szól. Arról a felismerésről szól, amit részben említettem az előbbiekben,
hogy van mit tanulni az ázsiai országoktól, van mit oda tovább adni. Van tudás, van technológia, amire szükség lehet ezekben az országokban, aminek birtokosai a magyar vállalkozások, és van piac, és van partner ezekben az országokban, akivel a magyar vállalkozások együtt tudnak működni. A magyar kormány amellett, hogy meghirdette és támogatja a vállalkozásokat, intézményrendszereket is próbált létrehozni az elmúlt időszakban, amely segíti a magyar vállalkozások és az ASEAN országok közötti gazdasági kapcsolatok mélyítését. Én ebben nem mennék bele részletesen, hiszen talán utánam következő előadók ennek a gyakorlati részéről sokkal többet fognak tudni mondani. Ugye az ASEAN országokkal való kapcsolatteremtés egy másik szempontból is nagyon fontos és lényeges a magyar kormány és a magyar vállalkozások számára, hiszen akik a keleti piac vagy Ázsia országaival akarnak üzletelni, nagyon sokszor tapasztalják azt, hogy ugyan a kölcsönös gazdasági forgalom nagy tételeit az ott nemzetközi cégek végzik ezen országokkal kapcsolatban, de ugyanakkor nekünk az fontos, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, illetve a kinti partnerek is tudjanak jó üzletet kötni egymással. És sok esetben, ezt szerettem volna előbb elmondani, sok esetben a nagy országokkal az a probléma, hogy túl nagy egyes magyar vállalkozások számára, és az a tapasztalat, hogy az ASEAN országok, amelyek hát mondjuk népességében azért így is meghaladják Magyarország népességét, gondoljunk egy Tájföldre, egy Indonéziára vagy Vietnámra, de sokkal könnyebben tudnak ezen országokban gazdasági partner találni a hazai vállalkozások. Méretében, gondolkodásában, struktúrájában sokkal hasonlóbb a közép-európai országok méretéhez, gazdasági szerkezetéhez, az ASEAN országoknak a gazdasági szerkezete, üzleti partnereinek ereje. Ebből a szempontból kifejezetten fontos és egy első lépés lehet a magyar vállalkozásoknak, ha egy-egy ASEAN országba, Indonézia, Malajzia, Tájföld, Fülöp-szigetek tekintetében meg tud jelenni, mert ha itt megtalálja az üzleti partnert, sokkal könnyebb utána tovább menni. Bízom benne, mint ahogy említettem, hogy ezek a fórumok és a keleti nyitás politikája elsősorban a magyar hazai beágyazottságú kis- és középvállalkozásoknak tudnak segíteni ahhoz, hogy az első lépést megtegyék. Egy út elején vagyunk, vannak már eredményeink. Bízom benne egyébként, hogy mind az Exim Bank, mind a kereskedőházak, amiről itt fogunk hallani a későbbiekben, hozzá tudnak járulni ezen fórumokkal együtt a sikeres magyar üzletkötéshez. Én még egyszer szeretném megköszönni a szervezőknek a fórum összehozását, és bízom benne, látva az agendát, akár a kormányzati, akár a gazdasági kapcsolatok tekintetében, hogy nagyon sok lehetőség fog kínálkozni előttünk az elkövetkező időszakban. Gondolok itt csak a jövő heti vietnámi elnöki látogatásra, tudva akár azt, hogy komoly üzleti delegáció fog utazni Indonéziába, de fölvettük a kapcsolatot Tájfölddel, Fülöp-szigetekkel, tehát jó néhány ASEAN országgal elindult a kapcsolat, és bízom benne, ebbe a magyar vállalkozások, önök is, akik ma itt vannak, be tudnak kapcsolódni, és jó üzletet tudnak kötni. Köszönöm szépen a figyelmüket!